Az internet mindent elbír, ezért a Motor se egy arcok pár percben sorozata bemutatja a legnagyobb bajszú motorversenyzőt a környéken, aki V2-ben a legnagyobb király, ne fordulj el. Hol menekülsz, öcsém? Pedig annyira... Hadd adjam fel egy pólót, mert... Tehát ilyen testet sokan szégyelnének, de hát ugye még ráadásul a szponzor se dicsér meg akkor, hogy a két nagy melbimbó látszik kis szőrrel a Ducati felirat helyett. Egyed is annyi közben elmondom, hogy amikor 2003-ban a Superbike színeiben még szerveztem itt a Pannonia Ringen a kupákat, ő már akkor is tolta, aztán nagyon sok ember kikopott, mondhatni egy 200, és nagyon kevesek között maradtál meg te motorosnak, és most olyan Uber időket mész, emlékszem, hogy 6 évvel ezelőtt az a 2.06.7.8-as idő az még nagyon jónak számított mindenkinek, neked is, és most meg ilyen 0.1.0.0, és azóta 0-1, se. 0.0 nem volt, tehát az 0.1. 0-1 volt, na mindegy, hát ne szégyelősködj azért, és azóta se kopott ki belőled ez a V2 mánia, azóta is Ducati, csak most már mindig a aktuális modell. Hát volt azért egy kiút, egy MV Augusta 2 éves projekt, ami sajnos nekem nem jött be, de reméljük, hogy ez a 1198-os ez azért bejön. Mi volt a gond az Augustában? Hát legfőképpen az, hogy túl nehéz volt, tehát 200 kg volt maga a motor, nem tudtam vele megbirkózni, tehát számomra nagyon nehéz volt, nagyon jó volt, nagyon erős volt, futóműve hibátlan, igazán nem tudok rá panaszt mondani, az, hogy nehéz volt, semmi mást. Tehát nehéz volt az áttevős részeken, nehéz volt áttenni. Azt tudni kell egyébként, hogy a V2 az egy külön állatfaj, külön kupát is hoztak létre nekik, mert annyian vannak. A sor 4-esek és a V2-esek mindig vitatkoznak, hogy melyik a jobb, a V2-nek is, meg a sor 4-nek is megvan az előnye, te miért döntesz a V2 mellett? Nekem minden rezdülése, tehát én ezen tanultam meg motorozni, minden rezdülését tudom, hogy mit csinál, attól függetlenül én nem szidom a 4-hengeres, tehát azért az MV Augusta egy 4-hengeres volt, nagyon jó volt vele menni, nagyon jó motorozható motor volt, de egy nehézsége volt, hogy nehéz volt, tehát nem volt más kiút, cserélni kellett motor, tehát én nekem nem annyira tetszett, mint a V2-es. Ez a 1098-as Ducati, ez milyen? Ez egy 1198-es. Akkor 11. Nem ismerik annyira a Ducatit, mert a magyar Ducati annyira nem állunk szóval, tehát ez van. Igen, 1198-as SS, ez egy hát 1002-es már ugye, 2009-es modell, kipörgésgátló, és ilyesmi. Tehát ami nagyon-nagyon fontos egy versenyzésnél, hogy azért a kipörgésgátlót tudjuk használni. Azt nézem, hogy honnan veszi a jelet, tehát a megcsúszást. Mind a két keréksebességet figyeli a gázállást, de legfőképpen a keréksebességet figyeli, ami egyáig egyedülálló igazán, úgy gondolom, mert a Kawasaki-nál jött ugye először a kipörgésgátló, de ő gázállást meg ilyesmit figyel, tehát ő nem vesz kerékszenzort. Látni itt az érzékelőket? Hol van? Nézzük meg. Aha. És az első meg. Emelre is jött. Az meg itt van. Aha. És mi a kipörgés gátló nélküli motor és e között mi a különbség? Tehát hogy érzed? Mert ezzel is el lehet esni kigyorsításból, nem csak bizonyos dolgokat tolerálni. Azt mondják az olaszok, hogy nem. Tehát azt mondják az olaszok, hogy nagyon atombiztos, amire igazán csak a jobb kezünk szab határt. Én még igazán nem mertem lapon rátenni úgy a gázt, ahogy kell. Figyelj, tehát amit nagyon jó Ádám, nagyon jó írta le ezt a történetet, mikor elment tesztelni Portimaóban, hogy Bélis azt mondta, hogy kettes pozíción nagyon jó a kipörgésgátló, én úgy érzem, hogy kettesen tényleg nagyon jó, mivel hogy négyesen annyira atombiztos, hogy egyszerűen már jó, hogy ezt még fokozatokban lehet állítani. Fokozaton állítható, négyessel kezdünk, tehát az oda áll be a lapon, és visszafelé véve, hogyha hármasra vagy kettesre veszed, úgy veszi az érzékenységet. Ez azt jelenti az érzékenység, hogy minél később teszed rá, vagy minél előbb teszed rá a gázt, ő annál jobban próbálja kontrollálni a csúszási határt. Na most a kettes pozícióban még engedi a motor csúszni, de a nagyon drasztikus csúszást azt viszont már megfogja. Hát ez szerintem vizen nagyon-nagyon jó. Nekem a 3-as és a 4-es pozíció az abszolút nem tetszett, tehát nem voltam vele megelégedve, nem tudtam úgy kigyorsítani, ahogy kellene, nem tudtam azon a határon kigyorsítani. A 2-es pozíció az, ami teljesen hibátlanul működik. Mai legjobb köridod? 2.017. Egy 80 körös Dunlop használt gumi valamivel. Most kezdtem Dunlopozni, én eddig Pirelliztem. Nekem nagyon tetszik, majd látjuk, hát most versenyre tettünk új gumit, meg minden, tehát. Most ez az időmérő, majd kiderül, hol mész az idejében, milyen bajnokságokban.
Hát magyar bajnokival próbáltunk indulgatni, ebből lett egy esős futam. Na most én megmondom őszintén, hogy tehát én már öreg vagyok arra, hogy én belőlem VB-s pilóta legyen. Én hobbiként mutatom. Dehogy is, miért mondasz, nem is látszik rá. Alig nézel ki 45 éves. Én elmondom őszintén, hogy én hobbiként motorozom, tehát hogyha esik az eső, én nem motorozom. Tehát ez nem egy életcél nekem. Nagyon szeretem ezt a motort, nem szeretném összetörni, tehát a leggyorsabb hobbista, ha Ducatiról akartok valamit, akkor akár az OB-n, akár itt a mindenféle gyorsági kupákon, azért meg pályanapokon megtaláljátok a Sanyit. Kérdezzetek tőle, mert Ducatiról sokkal többet fog tudni mondani, mint bárki az országban. Köszönjük, és sikeres erre szereplést az idejére. Köszönöm.